Akkor kedves érdeklődő diákok és kollégák, ahogy már a tavalyi évben is megszokhattátok, így hétfő délutánonként rendhagyó tanórának, illetve érdekes előadásoknak adunk teret, és 2020, jól emlékszem, októberében írtuk alá a mellettem álló dr. Kórisek Péterrel a Debreceni Egyetem képviseletében az együttműködésünket, úgyhogy igyekszünk a Debreceni Egyetemmel való partneriskolai kapcsolatunkat kiaknázni mindenféle módon, tehetséggondozásra, továbbtanulás elősegítésére, de ma egy másik szerepben, mint történész, köszönhetjük én dr. Kórisek Pétert, aki egyébként egyetemi docens, jól mondom, és tanárképzési főigazgató a Debreceni Egyetemen, és egy nagyon izgalmas témát hozott nektek, történelmi iránt érdeklődő diákoknak, még pedig az a címe az előadása, hogy hogyan védték a rómaiak a határaikat. Úgyhogy ahogy szoktam mondani, előadás után van rá lehetőség, bátran kérdezzetek, és akkor egy érdekes eszmecserére is lesz lehetőség valószínűleg. Köszönöm szépen a meghívást, kedves igazgatóim, kedves Anikó, kedves kollégák, kedves diákok. Nagyon szeretek iskolákba elmenni, és ott nem csak a Debreceni Egyetem képzési kínálatáról, meg a tanárképzésről beszélni, hanem kicsit arról is beszélni, hogy mivel foglalkozunk mi az egyetemen, tehát milyen lehetőségek vannak azon túl, hogy tanuljon az ember. Én ókori hadtörténettel foglalkozom, azon belül is elsősorban a római hadászattal és a római védelmi rendszerrel, ugye ez a fő kutatási területem. Amikor a toborzásra jövök, akkor már szerintem tudok majd legendőkönyvét is hozni, mert most jönnek meg több könyvünk is ebből a témából, pár kollégámmal közösen írtuk, úgyhogy akkor már meg lehet nézni, tényleg nem csak a legjobban szeretném, tényleg foglalkozunk is ezzel, és publikációra is van ebből a témából. Ezt a témát, ugye a római védelem rendszere, ezt elég sokszor előadtam már több helyen is, de a legjobban olyan helyeken szeretem előadni, ahol kézzel fogható nyoma is van ugye ennek a védelmi rendszernek. Majd az óra végén, előadás végén egy kis vizsgát is tartunk, jó, és ugye most a vizsgán nem jegyeket lehet szerezni, hanem egyetemi emléktárgyakat, és aki tudja a helyes választ egy-egy kérdésre, az nyerhet ugye, egyetemi pólótól kezdve bögrét, meg a kis mókus, ugye az egyetemnek a címerállata, Edel a mókus. Úgyhogy érdemes figyelni arra, amit mondok. Tehát, hogyha kilépünk Debrecenből, keleti irányba, Lámoskércs felé, ugye a román határ felé, akkor az erdőben, Nagycserénél látunk egy érdekes építményt, egy sáncot, ami egy árokból áll, ami vizes időben vízzel tejtett, tehát nincs belevezetve folyóvíz, hanem ez most ugye azért nézik ki, mert éppen eső, majd kiadós eső után vagyunk. De egyébként az árokból kihegyezett karók állnak ki, vagy rendák állnak ki, ugye van a sánc, ami a árokból kidobott földből jött létre, a sáncból is látjuk kihegyezett karók meredeznek, és tetején van egy formott kis egyszerű védőkerítés, az jó 20 méteres szelvény, hát ugye eléggé derogott állapotban láthatunk még, ugye 2019-ben újraépítették az egészet, ezt egyébként 1979-ben építették fel ezt a sáncot, illetve az első ilyen sáncot, az egy emlékmű, tehát nyilván nem a római korban maradt ránk, mert ugye a természetesen jó fa többek között ugye az elkorhat és elpusztul azért 2000 év alatt. De ugye ez valaminek a nyoma. És ezt a valamit, amit itt látunk, ezt sok helyen meg lehet találni az Alföldön. Többek között itt ugye a közelben, Polgár, Tiszavasvári térségében is húzódik egy bizonyos vonal. És ugye azért a 70-es évek végén építették ezt a szakaszt, mert a 70-es évek végén korábban is tudták, hogy van egy ilyen valamilyen építményszerűség az Alföld nagy részén, de igazából, amikor megjelent a régészetben a légitér képezés, akkor a 70-es években derítették fel viszonylag pontosan a sáncnak a vonalát, és ott a debreceni erdőben, és ugye ez az a táblán látható, hogy nagyjából a Dunakanyartól indul egy több vonalban kiépített monumentális sáncrendszer,
ami ugye a mai Kelet-Szlovákia, Észak-Kelet-Magyarország területén fordul délnek, és aztán megy le ugye egészen a Dunáig, és egy ilyen mesterséges vindű vonalat alkot az Észak-Nyugat-Magyarországi és a Dunatisza közé, illetve a tiszántúli térség egy része körül. Ezt az építményrendszert, ezt ördögároknak nevezik bizonyos források, csőrszárkának nevezik, hogy a honfoglalás korban ugye egy mitikus vezér, ugye csőrsz vezér, vagy egy másik mondat világ szerint ugye egy avar vezér volt, csőrsz vezér. De ugye a szaktudományban szarmata sáncnak, vagy ugye latinul limes szarmatopusznak nevezik, és amit tudunk, hogy ez egy, ugye a légi felvételek alapján egy 1260 km hosszúságú, tehát nem az egy szakasznak hosszúság, ilyen, ahogy mondtam, ugye vannak olyan szakaszok, ahol több lépcsőben, több védmű lánc áll egymás mögött. Tehát összesen az egész nem, ugye 1260 kilométeres a hosszúsága. Ugye már honfoglalás korától izgatta ugye ez az itt élőket, ugye ezért keletkezett mindenféle mondó, hogy az ördöggel kapcsolatban, vagy a csörszel kapcsolatban, ugye csörsz vezér el akarta venni az egyik nyugati királynak a lányát, aki valószínűleg a Morva fejedelem volt, de azt mondta neki a fejedelem, hogy csak akkor adja hozzá a lányát, hogyha a hajóból érkezik a birodalmába, ezért ugye csörsz a katonáival ásadta ki ezt a hatalmas árok rendszert, hogy a vizet engedték, és aztán ezen keresztül hajózott el, de aztán persze nem kapta meg a lány feleségünk, úgyhogy ebből háború lett. Tehát ez a kiinduló pontunk, hogy mi ez, és miért állít az Alföldön egy ilyen monumentális rendszer, hiszen tudjuk, hogy a Római Birodalom határa az a Duna folyó volt Pannonia keleti felén, illetve a Duna vidéken végig a Duna vonala volt a határ. Ha megnézzük a Római Birodalomnak a áttekintő térképét, ugye erről a területről van szó, itt van ez a határvonal, láthatjuk, hogy egy óriási birodalomról van szó, és tulajdonképpen, amiért ezzel elkezdtem foglalkozni a történetlen belül, az az, hogy a rómaiak voltak az elsők, akik tudatosan megszervezték a birodalmuk védelmét. Egy olyan védelmi rendszert hoztak létre a három kontinensre kiterjedő birodalmuk körül, ami a későbbiekben számos későbbi védőrendszernek és védelmi rendszernek lett az alapja, tehát ebben is egyedülállót alkottak más civilizációkkal szemben. Nyilván ugye a védelmi rendszernek a fenntartása, megépítése, működtetése az a hadseregre tartozott, és ugye ennek a tudatos védelmi rendszernek a kiépítése sok mással egyetlen, ugye a politikai rendszer megszervezése, a társadalmi reformok, a gazdasági átalakítás, adórendszer megreformása, stb. Ezek mind az első római császár az Augustushoz kötődtek. Ő volt az a császár, aki megalapította a római császárságot, a köztársaságból Róma megint monarchia lett, ugye ő nem, hát császárnak nevezte magát, hogy a mi császárszalunk az a őt örökbefogadó apja, Julius Cézárnak a Cézár nevéből származik ugye a magyar császár szó. Ő nem így nevezte magát, úgy nevezte magát, hogy Cézár, hogy felvette az apja nevét, mint hogy valaki felveszi az adoptázat, hogy befogadó apja nevét, de igazából ugye princepsnek nevezte magát, tehát nem hangsúlyozta annyira a hatalmának a monarchikus jellegét, inkább ugye arra utalt ezzel, hogy ő maga is egy a sok szenátor közül, de ő az első számú szenátor a Rómának, hogy ezért használt ezt a princeps latin szót, ami magyarul azt jelenti, hogy első. A hadseregnek a reformja is az ő nevéhez fűződik. És nagyon fontos, ugye, nagyon sokan ugye, akár a görög demokráciát, a latini civilizációt, akár ugye a római birodalmat szeretik feltüntetni, mint a mi előképünk. De alapvetően ugye ezek az ókori államok, ezek egészen máshogy szerveződtek társadalmilag is, politikailag is, mint a mi civilizációnk. Tehát még alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy a latini demokrácia, a görög demokráciának az előképe, az azért eléggé sántít, hiszen az latini demokráciában élő embereknek több mint az 50% az rabszolga volt, tehát nem szabad ember volt,
Most ugye képzeljük, hogy Magyarországon van 10 millió lakos, és mink abból 6 millió rabszolgák lennének, 4 millió lennénk csak magyar állampolgárok. Tehát csak 4 millió lennének ezek polgárok, jó? Ezért mondjuk ebből a szempontból ez a demokrácia dolog sánt itt, ugye, ha helyesen akarom fogalmazni, hogy az antidemokrácia, meg a modern kori demokrácia, hiszen ez egy nagyon markáns különbség, a szabadok és a rabszolgáknak a különbözőség az ókori civilizációkban. De a szabadoknak a rétege, társadalmi rétege sem volt egységes. És ez különösen igaz volt a rómaiaknál. A római birodalom és a római társadalom alapvetően egy elitista társadalom volt. Nem csak maga a szűkebb római társadalom volt elitista, hogy ugye két rétegre osztott ugye a köztársaság korában ugye a patríciusok, az előkelők rétegére, akik a nemességet alkották, meg a plebeusok rétegére, akik a köznépet alkották, hanem ugye rajtuk kívül is voltak különféle társadalmi csoportok. Itt ugye ezen a diák ugye a legegyszerűbb felosztást mutattam, ugye, mutatom, hogy voltak római polgárok, voltak szövetséges polgárok, akik ugye a római birodalmon belül éltek, vagy akár kívül is élhettek, de mindenképpen a szövetséges státusszal rendelkeztek, és voltak ugye a barbárok, akik semmiféle kapcsolattal nem rendelkeztek a rómaiakkal. Ez fontos volt, hiszen a hadsereg ez alapján épült fel. Ugyanis a legiókban, ezt ugye nehezen tudom elmagyarázni a mai fiúk számára, hogy az ókori társadalmakban ugye a katonáskodás, az, hogy valaki katona, az kiváltság volt. Az nem egy kötelezettség volt, jó? Tehát ugye még a mi generációnk az ugye frász kapott, ugye, amikor megkapta az egyetemi értesítőt, hogy felvették-e vagy a egyetemben, akit nem vették fel a 91-ben egyetemben, azt ebből elvitték katonának. Úgyhogy mi nekünk dilemmáink voltak ugye ettől, hogy elvisznek katonának. De az ókori görögök és rómaiaknál ez kívánság volt. Tehát nem akárki harcolhatott a hadseregben, illetve a hadseregek az elitegységeiben, mert a hadseregnek volt egy elitegység csoportja, ezek a légiók voltak, amiben csak teljesülő római polgár harcolhatott. Mellettük voltak a segédcsapatok, amik a legiókat egészítették, mert mindjárt beszélek erről, hogy mik ezek részletesebben. Ennek a tagjai lehettek szövetségesek, tehát voltak olyan segédcsapatok, amiknek szövetségesek voltak a tagjai, tehát csak szövetségesek lehettek a tagjai, a tartományoknak voltak a lakói, tehát majd látunk erre is mindjárt példát, hogy a rómaiak után elfoglalnak egy-egy területet, és ugye a római tartományát provinciává szervezik, a fiú lakosság nagy részét azt besorozzák, és ugye saját egységeket állítanak össze. Amikor a rómaiak ugye elfoglalják Pannoniát, ugye a mai Dunántúlt, akkor van egy nagy felkelés, hogy a pannonok nem akarják elfogadni a római uralmat, és ugye fellázadnak, Krisztus után 6 és 9 között van ez a felkelés. A rómaiak rendkívül véres háborúban levelik ezt a felkelést, és büntetésből, hogy megakadályozzák azt, hogy tovább megyünk ismét, hogy a felkelés robbanjon ki Róma uralma ellen, az összes 18 és 40 év közötti férfit besorozzák pannoniai segédcsapatokba, és elvezélik őket keletre. Tehát gyakorlatilag ugye a tartomány férfiak nélkül marad, de nem marad, mert ugye a helyétől megérkeznek a római katonák, akik ugye a megszálló erőt képviselik, meg ugye olyan kelták telepszenek be, akik barbárként élnek majd a római területen. Tehát közülük toborozták, illetve a barbárokból toboroztak külön egységeket, ami azt jelenti, hogy a Dunán átkeltek a római toborzó tisztek, és ugye a helyi fejedelemmel, ezek többé úgy zajlottak, hogy megvették konkrétan az embereket a fejedelmektől. Tehát még azt mondták, hogy Markoman körszövetség egyik fejedelmének, hogy kell nekünk 800 katonát, 800 harcosot, és adunk érte mondjuk 15 kiló aranyat. Rendben van? Nem, 20 kell. Jó, akkor kapsz 20-at, adtam neki 20 kiló aranyat, és adott cserébe 800 embert, akik ugye felfedeztek a rómaiak, és ugye barbár segédcsapatot hoztak belőlük létre. És ugye a hadseregnek volt egy külön egysége, a hadiflották, és ugye ezt mindig el szoktam mondani, meg majd lesz is róla külön díja, de már most elmondom, hogy ne a Ben-Hur című filmből induljunk ki, amikor a római hadiflottát elképzeljük. A római hadiflottán nem rabszolgák keveztek. A római hadiflottát nem rabszolgák hajtották meg. Az ókor, az a közlekedésben, infrastruktúrában egy rendkívül primitív korszak az emberiség történetének. Nagyon nehéz szállítani bármit, nagyon nehéz embereket is mozgatni. Szárazföldön lehetetlen. Száraz lehet, de ugye 20-25 kilométert tud megtenni még egy szekéren. Egy ember, vagy egy szekéren több katona, vagy a lovak gyorsabbak. A legpraktikusabb az volt, hogyha hajókkal közlekedtek. Ezt ugye mindig el szoktam, hogy az ókori görögök is, tehát emlékszünk rá, hogy van a Attikának a déli részén Athén,
És meg kell kerülni az Attikai félszigetet, és északon van maraton, ott van a maratoni csata. Ezt tudjuk a forrásainkból, hogyha egy maraton el akart menni Athénba, vagy egy aténi el akart menni maratonba kereskedni, vagy valami árut beszerezni, akkor nem átkeltek a szárazföldi úton, nem azon a 42 kilométeren mentek át, ahol a maratoni futó is futott a hagyomány szerint, hanem hajóra ültek, és hajóval kerülték meg a szárazföld, a félszigetet. Egyszerűen azért, mert mondjuk 200 kilónyi árut sokkal bonyolultabb lett volna, sokkal költségesebb lett volna elszállítani kocsival, Athénból, maratonból vagy fordítva, mint hogy fölkapolták hajót és megkerülték a félszigetet, jó? Tehát a rómaiak is mindenhova, ha lehetett, hajóval közlekedtek, és hogy a legegyszerűbb katonákat szállítani? Hát úgy, hogyha ugyanúgy, mint a vikingek, maguk a katonák hajtják meg a hajókat. Tehát a római hadihajókat azokat felszólított rabszolgák, vagy tartományok lakói, tehát azok is provinciabeliek hajtották meg, tehát ők maguk is katonák voltak, és úgy transportáltak mondjuk 10 000 katonát egyik helyről a másikra, hogy szerveztek 500 darab, 250 darab 200 evezősoros hajót, 200 evezős által hajtott hajót, és végig vittek el 10 000 katonát egyik helyről a másikra. És akkor ugye Augustus, ugye mondtam már, hogy új rendszer a Principatus. Augustus abban a szempontból is megreformálja a hadsereget, hogy korábban a hadsereg az Róma városáé volt. Tehát a hadsereg az egész római közösségnek volt a hadserege. Augustus reformja az azt is jelenti, hogy nem mondja ki azt, hogy csak neki lehet hadserege, de amikor a szenátussal elosztják a provinciákat, ugye a tartományokat, ezeket nem is tudom, hogy elvédik a tartományhatárokat, ez a térkép, de azok, hogy elosztják a tartományokat, akkor csak Augustusnak lesz olyan provinciája, ahol ugye ez a 30 légió állomás, ezek a szenátus kezébe egy olyan provincia se kerül, ahol hadsereg állomásozik. Tehát nem mondják itt ételesen azt, hogy csak Augustusnak lehet hadserege, de mégis csak neki lesz, mert az ő provinciáiban, az ő tartományaiban állomásodik csak hadsereg, így ő lesz, hogy a hadseregnek a főparancsnoka. 28 vagy 30 légiója volt, ezt nem tudjuk, de mindjárt az uralkodása alatt megsemmisül 3 légió, hogy megpróbálja bekebelezni Germániára is, ugye a szabad germán területeket, a Rajnától keletre fekvő területeket, de itt kudarcot vall a hadvezére, Varus, és ugye ebben a csatában, Teutobornál 3 légió elpusztul, innentől kezdve a hosszú időn keresztül csak 25 légiója lesz. A légió az a főegység a római hadseregnek, ez az, hogy csak római polgárt szolgálhat. Ez a 25 légió, ez úgy áll össze, hogy egy-egy légióban 5-6 ezer katona szolgál. Tehát Augustusnak összesen 125 ezer, 150 ezer legionárisa volt körülbelül, hogy attól függően, hogy a légió mennyi létszáma volt feltöltve. Minimum 5 000-re kell feltölteni, maximum 6 000-ig töltötték fel ugye a légióknak a létszámát. Később ugye a hódítások miatt, ugye a Trajanus Dácia meghódítása miatt, meg a mezopotámiai meghódítása miatt, Septimius Severus császár a 3. század elején szintén ugye a mezopotámiai háború miatt szervez újabb légiókat, azért szükség van a hódító erőre, hiszen a többiek azok ekkor már táborokba állomásoznak a Limes mentén, a határ mentén. Tehát ez alatt a császár alatt ugye már 33 légiója van a birodalomnak, illetve a császárnak, ugye az már 200 ezer fő körülbelül, tehát egy óriási haderő. És ez csak a légió, csak a főegysége. Rajtuk kívül körülbelül 250 segédcsapat, amit előbb mondtam, hogy provinciálisokból toboroznak, vagy barbárokból toboroznak. Ezeknek a segédcsapatoknak két fajtája volt. Voltak olyanok, amik lovas egységek voltak, tehát lovasok szolgáltak benne, és voltak olyanok, amik mert csak gyalogosok szolgáltak, ugye a alának nevezték a lovas csapatokat, és kohorsznak nevezték a gyalogos egységeket. Ezek 500 és 600 fő között voltak, tehát 500 lovas vagy 500 gyalogos volt benne, és ezek együtt is összesen 125 ezer, 150 ezer fő között voltak feltöltve. A segédcsapatok az volt a szerepe, amit mindjárt látni fogjuk tanulni a védelmi rendszerénél, hogy a legjobb közötti nagyobb területeket ők védték, tehát ők biztosították azt, hogy a határ mentén mindenhol volt római határőrizet. Rajtuk kívül még volt ugye a császári testőrség, a prétoriánus testőrség, ami 9000 fő volt, megint ugye Augustusnak a politikai zsenialitása, meg az, hogy hogyan tudja a hatalmást stabilizálni. A római törvények tiltották azt, hogy légiót fegyverben tartson valaki Itália területén.
Julius Caesar azért kezd polgárháborút, amikor átlépi a Rubikont, és ugye mondja azt a hagyomány szerint, hogy álljártál, ezt a kocka el van vetve, mert ugye a legiókat fegyveresen Róma város ellen vezényelte. Augustus azért nem akart Rómába légiót tartani, de ugye valahogy biztosítani kellett azt, hogy az a több százezer ember, aki Rómába ér, az ne lázadjon fel az uralma ellen, és még egy puccsal megutassák meg. Azt hiszem nem tiltották a római törvények, hogy valakinek testőrsége legyen. Ezért ő szervezett egy monumentális testőrséget, 9000 prétoriánus vigyázott rá Róma városában, és melléjük még ugye tartalékban létrehozott két hadiflottát, mert azt sem tiltották a római törvények, hogy valaki hadiflottát állomáshoztasson Itália területén. Misenumban és Ravennában ugye egy nyugati és egy kelet-itáliai hadiflottát hozott létre, majd előbb mindjárt látjuk, hogy ennek már sok más szerepe van azon túl, hogy a tengert törzik, illetve a császárt törzik, hogyha a provinja van ebből. És akkor ugye itt az előbbi térkép alapján láthatjuk azt, hogy a birodalomnak a legiói, tehát a fő erők, azok bizonyos helyeken csoportosultak, tehát kiemelt régió volt a rajnai határ, ott 8 légió állomásozott a térségben, hiszen ugye a Rajnának a másik oldalán már ott voltak a barbár germánok, akik veszélytelentettek a rómaiakra. Amikor nem volt erős a római császári hatalom, nem volt erős a római hadsereg, akkor be is törtek, át is keltek a Rajnán, és betörtek a római területekre, és fosztogatták. Ezt is mindjárt meglátjuk, hogy miért. Ezért ugye 8 legió állomásozott ebben a térségben. Ezek közül kiemelkedett Mainz területén lévő római katonai tábor, ugye Mogontiacum a római neve. Volt egy híd a Rajnán, a rómaiak építettek, még Julius Caesar épített egy hídat a Rajnán, aztán ezt ugye Augustus korában átépítették kőhíddá. És mint ugye átjárás volt a Szabad-Germániába, a római területeknek, a római területről Szabad-Germániába, ezért itt ezt a hídat, ez két légió résztett. Ez egy olyan különleges tábor volt, az egy egyedül ilyen tábor a Dodonban, ahol két hadsereg állomásozott egymás mellett. Értelemszerűen ugye itt a főparancsnok az mindig a császárnak valami rokona volt, vagy valami nagyon-nagyon jó barátja, hiszen az azt jelenti, hogy annak az egy ember, aki ez így a 12 000 katona összpontosult, tehát bármikor lázadott a császár ellen, ezért ugye ez egy bizalmi funkció volt az itteni. És akkor érdekesen mondom, hogy kitekintsük, ugye én szeretném azt is megmutatni, hogy miért fontos az ókorral foglalkozni, miért egy olyan különleges korszak. Gondolkodott rajta, és tudja valaki, hogy ki volt a hét német választófejedelem a középkorban, német-római császársággal? Már beszélt oda van. Körülbelül. Na mindegy, az a lényeg, hogy van a három érsek, akik választófejedelem, a Manci, a Kiel, a Kölni és a Trieri érsek. Ők voltak választófejedelem. Miért lettek választófejedelem? Ez egy nagyon egyszerű dolog. Mainz, Trier és Köln is római legiós tábor volt, legiók állomásoztak a mindegyik városba. Amikor megindul a barbáron, amit az előadás végén erről fogunk beszélni röviden, megindul a barbáron roham a germán területekről a Rajnán keresztül ugye a római, gazdag római területekre, az a 4. század, 5. századnál, Krisztus után, akkor a római közigazgatás egyszerűen elmenekül a térségből. Tehát a római helypartok, a római hivatalnokok és a római hadsereg egy része is ott hagyja magára a lakosságot. A városi lakosságot, meg a parasztokat. És a helyüket a püspökök veszik át. De gyakorlatilag a püspökök, ugye akkor már keresztény római van, a püspökök azok innentől kezdve már nem csak a vallási vezetői egy térségnek, hanem ők a politikai vezetői is, és gyakorlatilag ők szerveznek egy államot. Megegyeznek a germánokkal, letelepednek a germánok, folytatnak a püspöktől, szépen átveszik a római jogot, stb. Ugye a keresztényé válnak, és a többi, és gyakorlatilag szépen ugye ezek a térségek ezek átmennek ilyen egyházi államba. Tehát gyakorlatilag ugye a három korábbi római legiós tábor katonaságon, attól kezdve már a püspöknek engedelmeskedik, aki ott marad, és a püspök lesz a térségnek a legfőbb politikai vezetője. Tehát a germán front volt a fő front, a pannoniai térség, a dalmáciai műzői térség, a Duna határnak nevezik egységesen, itt 6 légió állomásozott, itt majd ugye a kezdő történet miatt ugye ez fontos lesz, hogy ez egy kiemelt határ, és még kiemelt határ volt ugye Szíria, de ez az ókori Szíria, nem a modern Szíriát képzeljük, ez egy óriási nagy provincia volt itt keleten. Szíria, mert itt volt az egyetlen olyan nagyhatalom, ami Rómán kívül, ami Rómával komoly
háborúkat vívott a történelme során. Ez pedig a pártus birodalom volt, ezért ugye Szíria védte ezt a keleti határtérséget, az itteni négy légió volt az, ami a biztonságot szavatolta ebben a térségben. És akkor miért kellett védeni a római határokat? Tehát mi volt ennek az oka? És erre a legjobb válasz ugye az a Brian életében van. Ugye mit adtak nekünk a rómaiak? Mert ott ugye nyilván ugye arra számít a kérdező, hogy majd azt mondják, hogy elnyomás, pusztítás, terror, stb. De nem azt mondják, hanem azt mondják, hogy Róma adott a világnak. Civilizációt, városépítészetet, kultúrát, lakókörnyezetet, érhető házakat, fűtésre rendelkező házakat, most éppen azt számoljuk a napjainkban. Sportlétesítmények, szórakozási létesítmények, sportlétesítmények, színházakat, földművelést, állattenyésztést, stabil élelmiszerellátást a közösségnek, megszűnnek az éhínségek, a római tisztálkodási forradalomban az, hogy elviszik mindenhol a fürdőjéket, kialakul egy fürdőkultúra, higiéniai forradalom zajlik le, gyakorlatilag ugye az a világ az egészen máshogy nézett ki, mint akár az előtte lévő barbár időszak, akár az utána következő germán időszak. Tehát rengeteg olyan dolgot hoztak a rómaiak magukkal, ami megváltoztatta azt a világot, ahova ők hódítóként érkeztek, agresszorként érkeztek, de mégis civilizálták azt a környezetet. Vízvezetékeket bevitték a vizeket a városban. Az ügyig el szoktam mondani, hogy az a különbség az aténiak meg a rómaiak között, hogy a aténiak csak addig iparkodtak, hogy bevezessék a vizet a városba. Azzal nem foglalkoztam, ki is vezessék a szennyvizet mindenféle termékükkel együtt. A rómaiak ugye abban voltam, hogy nem csak vízvezetéket hoztak létre, hanem szennyvízhálózatot is létrehoztak, és kivezették a városba a szennyvizet, hogy összegyűjtötték és eltüntették. Tehát ebből a szempontból is civilizálták. A római úthálózat volt az első internet a történelemben. A római úthálózat kiépítésével, ez a rengeteg piroson, ez a római hadjutakat jelzi, ami elsősorban a hadsereg számára volt fenntartva. Ezeket azért építették, hogy egyrészt a hadsereg minél gyorsabban mozoghasson, tehát olyan, ha megnézzük, hogy valamennyi út, az a Limes felé vezet egy idő után. Ezek az utakon a tartományok belsejében lévő haderő, az utánpótlás minél gyorsabban megérkezhessen arra a helyre, ahol krízis van, a betörés van a római területekre. De ezen keresztül ment az üzenetküldés is. Tehát elképesztő gyorsasággal vitték ugye a római állami postahálózatnak a futára a híreket a határokról, ugye a Birodalom fővárosába, vagy nagyobb városaiba. Tehát ez egy olyan ugrás volt a hírközlésben, amire majd csak jó pár száz vagy ezer évvel később lesz példa. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolgot hoztak létre a rómaiak, amivel, hát jó szót nem fogok sorálni, megint ezt ismétlem, hogy a civilizálták a világot. Mellette pedig ott volt ugye a barbár civilizáció. Tehát ha valaki mondjuk a mai Szlovákia felvidék területéről egy ilyen bús kvád átnézett ugye a római területet, azt látja, hogy az emberek ilyen szépen öltözöttek, tiszták, meg vannak különben, meg van csinálva a hajó. A piacon mindenféle tudnak vásárolni, nézhetnek a színházba színdarabokat, ha ilyen véregzőssel valakadnak, akkor elmennek gladiátor játékot nézni. De egészen máshogy élet, mint ők a primitív konvégok sátraiban. Tehát óriási civilizációs határ volt a római határ. Nyilván ez csábította a Birodalom határai élő népeket, meg a hatalom kívülről népeket, hogy megtámadják és vagy megszerezzék ezt a gazdaságot, hogy ők is részesüljenek benne. És akkor ugye a fő téma, ugye a Limes, tehát a római védelmi rendszer. Ugye az utolsó nagy hódítónak Trajanus nevezik, bár utána is vannak hódító császárok, akik kisebb-nagyobb területeket elfoglalnak, de mégis ő az a császár, akit a későbbi történetére az utolsó nagy hódítónak nevez, mert két igen nagy területű térséget csatol a római birodalom, az egyik az ugye Dácia, a mai Erdély területe, a másik pedig ugye keleten, mindjárt látni fogjuk, Mezopotámia területe lesz az, amit meghódít. Az utódát egy kis tehetetlen piponya uralkodónak mutatja be a korabeli történetírás nagy része, ugye Hadrianus, mert azt mondják, hogy amit Trajanus vérrel meghódított, azt Hadrianus vérrel feladta. Na már nem így gondoljuk, tehát én is
főleg az ő uralkodásával foglalkozom. Már nem így gondoljuk, azt látjuk, hogy egy zseniális szervező volt. Tehát gyakorlatilag ő megteremtett egy olyan határvédelmi rendszert, ami aztán kiállta a próbát több mint 150 éven keresztül, és sikeres védelmi rendszert hozott létre. Van róla egy könyv, annak az a cím, hogy Hadrián, vagy Hadrián the Restless Emperor, tehát a nyughatatlan császár, mert azt tudjuk, hogy a egyébként nem túl rövid uralkodása alatt gyakorlatilag végigjárt a birodalmát. Tehát ő volt az a császár, aki az összes provinciában megfordult. Rajta kívül nem volt ilyen császár. Mindenhol elment, és mindenhol személyesen szervezte meg a provincia védelmét. Az ő politikája volt az, hogy a tartományok belsejéből a hadseregeket feltolták a határokra. Tehát gyakorlatilag a határok mellett egy védelmi vonal jött létre, vagy a határok egy védelmi vonal jött létre. Ahol lehetett, ott természetes határvonalakat használtak fel a rómaiak, tehát értelemszerűen ugye Európában ez a Duna volt, a Rajna volt, a Duna volt, ahol ugye nem lehetett ilyen természetes határvonalat kialakítani, ott pedig falat építettek. Ugye falat építettek Britanniában, itt ugye a Tolvajok fejedelmében emlékszünk arra részre, amikor a kis fiút, ugye Robin Hood megmenti a poroszlóktól, hogy ne öljék meg, mert lelőtt a királynak a szarvasát, ami falon imádkozik hogy hívják a színészt, a muszlim. Morgan Freeman, az a fal, az a Hadrianus falnak egy darabja. A Hadrianus fal, de ugye a Rajna és a Duna között sincs összeköttetés, sincs ugye természetes védelmi vonal, oda is építenek egy limesztorómaiak, ez az Agri Decumates nevet viseli, csak ez kevésbé, tehát nem olyan látványos, mint a Hadrianus fal, meg a németeknek rosszabb, mint a pijája, mint az angoloknak, úgyhogy ez lehet az oka. Aztán egy nagy problémával szembesülnek Hadrianus korában, ugye a hadmérnökök erdélyvédelmével kapcsolatban, ugye a dácia védelmével kapcsolatban, mert ugye itt nem nagyon van természetes határban, itt a hegyekbe próbálnak kiépíteni egy védelmi rendszer, és az erdélyi szigethegységben építik fel azokat a táborokat, amik közül minden egyet látunk, egy elég látványos légiós tábor volt ez. Keleten még nehezebb a helyzet, hogy ez a szenvedélyem. Sajnos ugyanúgy az iszlám állam garázdálkodik, hogy azokra nem tudtam Törökországon kívül más keleti terület volt az ide, amikor a Kaukázusra sikerült bejárni rendesen, mert ugye a török térségek, ami volt ami 2000 után, még a háború előtt Irakban. De itt egy rendkívül változatos dombozati viszonyok vannak, amik ugye megnehezítik a védelmet a szervezését. Északon ugye természetes, hogy a Fekete-tenger az ugye természetes óriási választóval jelent Kis-Ázsia római tartománya és az északi barbár szarmata és germán területek között. Kaukázus ugyanígy valamennyire védi a déli, már nem római uralomartára, de Rumában vazallus területeket, de azért ezen átkelnek ugye a hágókon, például az alánok, vagy más szarmata törzsek. És aztán ugye a nagy törökországi hegyek jelentik ugye itt a keleti limesznek a természetes határvonalat, és ugye a köztük lévő völgyekre telepítik be a római táborokat, ugye Szapara mellékben egy ilyen legiós tábor, ami a keleti limeszt védi. Aztán ugye szépen az egész átmegy a félsivatagba, aztán sivatagba, ahol megint ugye ilyen sajátos védelmi rendszer alakul ki. Afrikában is hasonló helyzet, mint a keleti térségben, hiszen ugye a sivatag az eleve meghatároz, hogy a civilizált terület és a barbár területnek a határvidékét, és ugye értelemszerűen ugye az összes észak-afrikai civilizáció, ami kialakult, ugye nyugaton a punoknak, a karthágoiaknak a civilizációja, vagy itt keleten ugye a görögöknek a civilizációja, az egyiptomi civilizáció a klasszikus építő időszakban, ezek szinte mind ugye a tengerparti sávban helyezkednek el, hiszen ugye az attól életbe fekvő területek már nem igazán alkalmasak termelésre, meg emberi életre. De itt ugye a rómaiak, hogy a sivatagi berberek számára meghúzzák a határt, tehát hogy azért lássák azt, hogy hol kezdődik a római terület, egy óriási árkot húznak Mauretániából végig
küléléig, ez a Fossátum Afriké, ami egy olyan sánc, mint amit itt láttunk az előbb a térképen látunk, csak egy ilyen ilyen túls növényzetből készül, ami a fúk volt. De mindenképp ugye jelzi a római határokat a barbárok számára. És akkor ugye maga a védelmi rendszernek a felépítése. Ugye a fő védekező központok azok a legjobbak az erődei, amiket Hadrianus korától kezdve kőből építenek fel. Tehát korábban ugye ezek egyszerű fasáncok, tehát fával megerősített sáncok voltak, de ugye Hadrianus korától kezdve már kőből építik fel ezeket az erődöket. Ez a monumentális kapu az, amit az előbb mondtam, hogy az erdélyi hegységben található, ugye Boronisszumnak a római erődje, az Ilak fölött látható a hegyekben, egy hatalmas erőd volt, ugye a kapuja alapján, mint az a gyerekszer fiatalember, az én vagyok, a kapuja alapján azért a méreteiről képet kaphatunk, ugye a románok UNESCO segítséggel fel is építették az erőd nagy részét, rekonstruálták, tehát nagyon-nagyon látványos, mindenki az belülről, ugye ez a kapu. Mindenkinek ajánlom kirándulásra, fantasztikusan megcsinálták, úgyhogy nagyon szép építmény. A római katonai táborok azok mindig egyformák voltak. Van olyan történetíró, aki a római katonai sikereit, meg azt, hogy legfőbb időben a tétre tudtak hozni, azt a római táborépítészetnek tulajdonította, mert ő azt mondta, hogy a római katonákat a vezéreik minden nap ugye arra képezték ki, hogy minden este, amikor megálltak, ugye nem voltak kőtáborok, minden este, amikor megálltak és letáboroztak, egy pontosan olyan tárcsot kellett építeni. Volt egy rendszere, amit a földtérképen kimértek. Először kimérték ugye az oltárt, ahogy a hadvezér áldozatot mutatott a reggel, meg este az Isten, egy politista vallással voltak, tehát nyilván ugye több Isten segítségét is kérték ahhoz, hogy a vállalkozásuk sikeres legyen. Aztán ugye kijelölték a fővezéri körbe, tehát ugye a praetorium az a fő gyülekező tér, ahol a hadvezér, a legjobbparancsnok, illetve a főtisztek és a centurion, a századosok találkoztak és tájékoztatókat tartottak. Aztán ugye kijelölte a tribunusoknak, tehát a legjobb parancsnok, szállását, illetve a legjobb parancsnok alárendeltjét, a hat tribunusnak a szállás körzetét. Aztán kijelölte ugye a testőrségüknek a körzetét, és utána szépen jöttek ugye a barakok sorban az egyes egységeknek, ugye a legjobb belős, ugye voltak egyet kisebb egységek, ugye a kohorszok, 600 fősök, manipulusok 200 fősök és szentmények 100 fősök, ezeket sorban kijelölte a szállás körzetét, kijelölték a földmérők is, hogy aztán szépen katonák felépítették ugye sorban a sátrak, akkor megmondták a sátrak, akkor ugye elkezdeni főzni. És akkor vacsoráztak, és aztán ugye kezdődött az őrség állás, de ugye a tábor köré egy sáncrendszert is húztak fel, amikor még nem voltak kőtáborok, és ugye ezt is fel kellett építeni. És később, amikor ugye kőbe építették át a táborokat, hogy ezt a felépítést használták. Ugye a tábornak volt egy főkapuja, a Porta Pretoria, ezt láttuk itt az előbbi fényképen, ez volt a főkapu, ahol be lehetett menni, volt egy hátsó kapu, ahol be lehetett menni, és volt két oldala kapuja a tábornak. Azért volt ez a négy kapu, hogy amikor úgy osztották el ugye a táboron belül az egyes egységeket, hogy mindegyik egység tudta, mint hogy van a menekülési terv, minden tantelen, mindig biztos van kitéve egy ilyen, tehát van látom. Minden egység tudta neki, melyik kapun kell kivonulni, tehát amikor kivonultak, attól függően, hogy honnan érkezett a támadás, egyből mindenki a saját egységébe tud úgy beállni, hogy hadrendbálja a légió. Tehát lehet a legjobb időben, hogy a legjobb harcképes legyen, és fogadni tudja a támadó ellenséget. És akkor ugye a pannoniai limesz, a pannonia határban, amit Hadrianus alakított ki. Ugye volt a négy legiós tábor, Vindobonában, Bécsben volt az egyik légiónak az állomás helye, mellette Carbuntumban, Deutsch-Altenburg, Németóvár, Magyarul volt a másik. Látjuk, ezek nagyon közel vannak egymáshoz. Brigéncióban, Ószőnyben, a mai Komáromhoz tartozik, Brigéncio területén volt még egy legiós tábor, és a Budapesten, ugye Óbuda területi Rakétumban volt a negyedik legiós tábor. Ettől délre már egy egészen Belgrádig csak segédcsapat táborok voltak. Itt azért volt ilyen közel ez a két tábor egymáshoz, mert itt ment át az egyik legfontosabb kereskedelmi útról, ez a
narancsárga jelzésű. A Borostyán út, itt a két táboron keresztül, illetve a két településen keresztül, illetve mellettük haladt el. Ez kiemelten fontos volt a romaiak számára, ezek keresztül érkezett minden olyan áru az északi területekről, elsősorban a Borostyán, amit ékszertőnek használtak a romaiak, amire szüksége volt a romaiaknak is, illetve ezen keresztül távozott a birodalomból az, ami egy cserébe ugye a germánoknak, meg az ott élő keltákra adtak ugye a beszállított értékekért. És ugye ezek keresztül érkezhetett jelentősebb támadás a római területek ellen, ugye ezért volt itt közel, ilyen közel két légiós tábor egymáshoz. És hát itt látjuk ugye, hogy Pannoniában, biztos utáni második században, Hadrianus korától kezdve, 31 segélycsapat állomása volt, tehát ez 31-szer 500 katona minimum, és ugye nagyon sűrű volt, ugye ezek a piros kis jelek a segélycsapatoknak a táborai. És a romaiak a zseniálisak voltak, hogy mindegyik segélycsapatnak volt valami sajátossága. Azt írja az egyik ókori író, tudja valaki, hogy mi az a paritja? Nem olyan, mint a csúzni, nem teljesen olyan, de jó, tehát az alapjában az majdnem ugyanaz. A paritja az, amit pörgetek, ugye egy ilyen bőr, két bőrszár, egyiket elengedi, és aztán egy ilyen kis tartóban, egy ilyen kis bőr részű, ugye kirepül a lövedék, ami lehet kő, vagy rólongolyó, vagy bármi más. Na, a történet legfélelmetesebb paritjási azok a baleári szigetek lakói voltak. A szigeteknek a neve is onnan származik, ugye a báló bőrök így azt szeretnek dobni. A görögök, amikor találkoztak ezekkel az emberekkel, és jól megnyilválták őket a tengerpartról, ki akartak kötni a hajóikkal, görögök nevezték el ugye a hajító emberek szigetének, ugye a baleári szigeteknek. Ez egy annyira elterjedt szakma volt a baleáriak között, hogy még a korai korban is, ugye a spanyol királyok, most megvan, de a spanyol királyoknak volt egy baleári paritjás testőrsége. A Spanyolország között több államból áll össze, és volt Kasztíliai testőrség, Katalán testőrség, és volt egy baleári testőrség és a spanyol királyoknak a korolítóban. A baleáriak félelmetesek voltak a paritjázásban, azt jelenti az ókori szakír, hogy azért, mert ugye az ókorban a gyerekek nem voltak olyan szerencsés helyzetben, mint önök, többnyire dolgozniuk kellett. És ugye milyen munkát tud végezni egy fiatal gyerek, ilyen állatokat őrizték, tehát ők őrizték a nyájakat kint a mezőn. És úgy tudták meg az anyukák a gyerekeket parittyázni, hogy amikor kivitték nekik szütyőbe a kaját, akkor nem adták meg oda, hanem felmásztak a fára, és egy magas pontra felkötötték a parisziát. És a gyerek le tudta hobni a parittyájával a kaját, akkor volt a vér, ha nem tudta, akkor nem volt a vér. Tehát olyan egyszerű történet volt. Azt mondja, hogy ez a ókori író megjegyző, hogy nagyon gyorsan megmondta a baráli gyerekek parittyázni, és ugye azért voltak félelmetes parittyások. A krétaiak például félelmetes íjászok voltak, nagyon jól tudtak íjjal harcolni, belül még íjász egységeket toboroztak. És ezeket a különleges egységeket a rómaiak mindig olyan frontszakaszon helyezték el a birodalmuk határa mentén, ahol nagyjából hasonló harcvonalon harcoló, nagyjából hasonló harcvonalon harcoló néppel kellett megküzdeni. Szalmata törzsszövetség, az egy óriási törzsszövetség, biztos hallottak róluk. Ugye a közeli régió, a jászság, neve biztosan mindenki számára ismerős, hogy a jászok is ugye a szarmatáknak az egyik törzse voltak, a törzszövetségben voltak, és ők is később telepettek ugye arra területre, a mai jelenek. De a szarmata népek azok fokozatosan érkeznek a második századtól az Alföldre, a jászikok azok, akik ugye legelőször megérkeznek. És a rómaiak egy sajátos helyzetbe kerülnek, mert a jazigok pont bemennek abba a kis öbölbe, ami Pannonia provincia és Dácia között van. Tehát pont ugye a Dunántúl közét és a Tiszántúl nyugati felét foglalják el, és itt alakítják ki a szálláshelyeiket. A jazigok a szarmatáknak egy olyan törzsszövetség, akik elsősorban nehéz lovas íjász harcászatot vívnak, tehát íjjal harcolnak, nekik már van kengyelük, íjjal harcolnak, és ugye kiváló íjászok, óvas íjászok. A gyalogos római egységek tehetetlenek. Elmondjuk, nem tudom, mit kezdeni velük. Szíriában viszont, Szíriának itt a keleti felén, vannak olyan törzsek, akik hasonló módon nehéz óvas íjász harcászatot vívnak.
Innen, abból a térségből átküldenek Pannoniába, Intercizába, ugye a mai Dunaújvárosba, ilyen szír lovasi jászokat, és innentől kezdve az ő feladatuk lesz az, hogy a jazikokkal megütközönek és harcoljanak velük. Ez nagyon érdekes, hogy a római az egy ilyen multikulturális birodalom volt, az első ilyen a történelemben. Rengeteg keleti katona állomásolt a Duna térségből, ugye emiatt, hogy ők tudták felvenni a harcot a szintén keleti szarmatákkal szemben. Hadiflották, ugye ezek is a védelem részei volt, amit mondtam, hogy erről beszélek majd egy picit. Ugye a római hadiflottáknak a történet ugye a sajátos, tulajdonképpen az ókorban a tengeri hadviselés történet, az befejeződik, biztosan 31. szeptember 2-án, ezt napra pontosan meg tudjuk mondani, kevésen ókori dátumban. Ezen a napon győzi le Augustus ekkori Octavianus fény, Kleopátra egyiptomi királynő és Antonius flottáját. És ezután ugye elfoglalja Egyiptomot, és innentől kezdve a földközi tenger teljes medencéje római uralat áll. Minden tengerparton római tartomány van. Innentől kezdve a rómaiak már nem úgy nevezik a földközi tengert, mint a görögök, hogy Mare Nostrum, belső tenger, hanem úgy nevezik, hogy Mare Nostrum a mi tengerünk, megtették, mert ugye mindenhol az ő területük volt. Volt a két nagy flotta, amit az előbb már említettem, ugye a Misenumi és a Ravennai hadiflotta, az egyik ugye a nyugati mediterrán térséget, a másik a keleti mediterrán térséget ellenőrizte. Erre időnként nagyon nagy szükség volt, mert bizonyos időszakokban egyes tengerparti területeken felelősödött a kavosz tevékenység, és ugye emiatt ezeknek a flottáknak fontos szerepe volt ugye a tengeri kereskedelemnek a garantálásában. Emellett ugye a császár védelmét is ellátták, és a Misenumi flottának volt egy külön privilégiuma, amit még Augustustól kapott. Hát nem a kolosszom, mert az csak később épült fel, hanem a kolosszom elődjeként szolgáló nagy amfiteátrumba, ezek ilyen nyitott hatalmas körülbelül építmények voltak, ott nálak a kolosszomban? Hát már valaki? Na, ugye emlékszünk rá, ugye el kell mondani az amerikai turisták maga, hogy nem most építik, hanem olyan régből már szétesett, és mondja, romos lett. Tehát a kolosszomnak a tetejére, hogy ugye a nyári napsütés ne zavarja ugye a szórakozást, ilyen monumentális, hatalmas, vitróbleszerű lepedőket húztak ki, látjuk ezen a képen. És az a Misenumi flottának volt a kiváltsága, mert értelemszerűen ugye nyilván ugye a matrózok voltak olyanok, akik tudtak ilyen hatalmas vitorlákat kezelni, és ez az ő feladatuk volt, hogy el kellett menniük csoportosan Misenumból Rómába, és fel kellett húzni ezt a velárium, a óriási szerkezetet. És hogy miért érte meg a római hadseregbe harcolni egy barbárnak, vagy egy szövetséges polgárnak? A római társadalomban belül a legfontosabb lift az a római hadsereg volt. Tehát legegyszerűbb úgy volt valaki felemelkedni a társadalom, hogy belépett a római hadseregbe. Hát borzasztóan tűnik, hogy 15-20 évet, vagy 25 évet kellett szolgálni. De amikor leszemett, akkor megkapta a császártól a római polgárjogot. Egy ilyen szép bronztáblát kapott, amin az a törvényszöveg volt, bekarcolva, ami alapján ő megkapta az adott császártól a római polgárjogot. Többek között a flotta katonák is, a flotta szolgált letelte után kaptak egy ilyen szép bronztáblát. A figura hazament, és azt mondta, hogy ő római polgár, hogy azt mondta neki valaki, hogy nem is, hogy római polgár, fizessé adót. Római polgár nem fizet adót, ez egy ilyen boldog korszak volt. És mondta, nem fizetek, mert a római polgár vagyok. Igazolt, és akkor elővett ezt a táblát. Látott már valaki középkori oklevelet? Évőben. Na, minden középkori oklevel, amit látunk, az hamis. Azért hamis, mert ki van tekerve. Az oklevelek is pont az volt a lényege, hogy amikor kiállította az, aki adta a királynak, vagy herceg, vagy egyházi vezető, akkor betekercse, aláírta, betekercselték, körbetekerték madzakkal, és rányomták ugye a pecsétet, vagy függő pecsétet tettek rá. Így volt érvényes az oklevél. Mert a probléma volt, ha két ember pereskedett egymással, hogy egy földterület kié, akkor úgy tudták eldönteni, hogy kié, hogy kibontották az oklevelet, kitekercselték, és megnézték, hogy a birtokadomány pontosan mely területekre szól. Innentől kezdve viszont az oklevél az hamis, mert ugye bárki beleírhatott. Tehát simán ugye lehetett kiegészítő szövegeket ráírni az oklevélre. Ezért újra kellett kirakni az oklevelet, újra betekercselték, és újra lepecsételték. Így volt érvényes.
Ez volt a probléma, hogy a magyar nemességnek 1686 Buda visszafoglalása után, hogy amikor ugye a törökök előzönölték az országot 26 után, akkor a nemesi oklevelek nagy része megsemmisült. Törökök felgyújtották a királyi levéltárat Budán, felgyújtották a helyi levéltárakat, gyakorlatilag ugye a nemesi oklevelek nagy része elveszett. Nagyon kevesen tudták igazolni a jogokat arra, hogy mondjuk az alföldi, dél-dunántúli területeken lévő birtokok az az övé, mert nem voltak az oklevél. Ezért került, hogy az ország nagy része külföldi nemeseknek a kezébe, hogy a hazudokat támogatták a török ellenes háborúba. Ugyanígy működött a római katonai diploma, csak ez bronzból volt, ezt összehajtották, ezt a két lapot, és itt látjuk is, hogy a drótnak a nyomait vasdróttal össze, vagy nem, bocsánat, bronzdróttal összekötötték, és azt is ugye lepecsételték. Amikor ugye fel kellett vinni, mert igazolnia kellett a polgárjogát, onnantól kezdve ugye ez hamis volt, és neki kellett szereznie egyet, egy újat. Volt több kisebb flotta is, itt most ugye csak érdekesen mutatni, hogy a Dunán is volt egy kis flotilla, ami itt cirkált, ugye átkifült az egyik flotta bázisát, amit nem végtelhetünk és rekonstruáltak. És akkor ugye a késő római határ védelem, ugye ez a következő. Ugye egy egész más filozófia működik már, mint akár Augustus, akár Hadrianus rendszerére. Ugye a császárok, Diocletian és annak mostanában ezt az új rendszert megszervezik. Ők egészen máshogy állítják fel a hadseregüket. Két részre bontják a római hadsereget, a késő római hadsereget. Az is kb. 400.000-450.000 katonával áll, mint a korábbi. De a fele körülbelül azok olyan lovas egységek lesznek, amik gyorsan mozgó egységek, és a központi erődökbe helyezik el őket. A határ mentén maradnak azok az egységek, akik elsősorban gyalogosok és kisebb harcértékű katonák. Mondjuk ilyen pocakos bácsik, mint én. Ők kaptak egy földbirtokot mondjuk Divíció mellett, Szőny mellett, amiből el kell látni a magát, meg a családját, és cserébe ugye a határról szolgálatot kell ellátni a határon. Nem az ő dolga az, hogy feltartóztassa azt a 30.000 germánt, aki éppen be akar törni. Az ő feladata az, hogy megállítsa azokat, akik csempészni akarnak. Ez egy általános probléma volt, hogy ég a Dunai Rimesz mentén, hogy egy nagyon komoly csempészhálózat volt a nem római és római terület között. És az ő dolga az, hogy jelezze, hogy jön a támadás. Jó, emlékszünk még a átrosítás tanfilmben a kis fákja távolójára a romérnek, hogy jelezték ugye azt, hogy betörés van valamelyik frontszakaszon. Tehát ezeknek a határmentetésnek ez volt a feladata. Az ellenség visszaverése az a gyorsan mozgó egységeknek volt a feladata. És ugye a két császár nevéhez fűződik egy nagyon gondosan megszervezett logisztikai hálózat, aminek az egyik legszebb példája, ugye a szülővárosa tapadánya mellett fekvő Görg. Itt volt egy hatalmas lóvajutánpótlási erő, ugye a környék belső erő, aminek külön története van. Ugye egy monumentális erős falakkal védett épületek voltak ebben, gabonát tároltak, élelmiszert tároltak, tartalékfegyvereket tároltak, hátmosolókat tároltak, mindenféle egyéb állapot, tehát minden olyan eszközt, amire egy vonuló római hadseregnek szüksége lehetett, így felvette ezeket és számolgatott tovább. A környezetnek külön története van, ugyanis itt látunk egy képet, hatalmas nagy sarokkorony, és egy monumentális falak. Ez úgy keletkezett, hogy az erő területén az Eszterháziak kirkották a birtokot, környezetet a török háborúk után. Az Eszterháziak egy óriási alastalat építettek, mert nem érdekelt őket, hogy nem tudták, hogy egy római erőd rejtőzik a föld alatt, ebben a maradványa az alapján rejtőznek a föld alatt. És hogy gyakorlatilag ugye ez a legjobb állapotban lévő római késő belső erőd, ugyanis egy tó van rajta. 1940-es években még a háború elején, beengedték a tavat, hogy akkor volt egy mellégészeti ásatás, akkor készült ez a fénykép is, nem rajta áll a tó, úgyhogy itt volt szerencsébb kipróbálni például a mellégészetet ennél a tónál. És ugye ez egy különlegesség, ugye ez az európai, nem is az európai, nem az örökség a része a római kisromai erőd környén. Egyébként az a rész, amire nem épült halastó, mert nem az egész erőd
előlepjen ugye az a tó, azt a részben megmondták, és a környen nagy része a templom többek között ugye abból épült fel. Rosszabbul járt, ugye kezd hely, felépusztva volt egy ennél sokkal nagyobb életű erő, gyakorlatilag csak a földszín alapján lehet, hogy régi fényképezéssel, mert tulajdonképpen vizsgálatokkal kintott, hogy hol volt az erő, mert ebből épült fel a Feszetics kastély kezd helyen, tehát ugye ezeket a késő római épületeket, ezeket a római épületeket a későbbi időszakban a középkorban bárkaként használták és bárkaként működtették. Kőbeneként működtették, innen korták és építették a városokat. És akkor ugye a kezdő kérdés, hogy mi is volt akkor ez a sánc Debrecennél. Tehát ez mindig biztosítja a fantáziánkat, hogy mi lehetett ez. Ugye a szarmaták és a rómaiak, itt ugye a jazzokokról volt szó, de aztán még jönnek más szarmatok, törzsök és a rosszolánok például érsében. Szarmaták és a rómaiak ősellenségek voltak. Mondtak ezzel, hogy megjelentek ugye a jazzokok és beépülöttek a két római provincia, panoniás nácia közé. Egy végeláthatatlan harc kezdődött a római határvédőegységek és a szarmaták között. Aztán ugye a 280-as években a rómaiak feladják Dáciát, mert nem bírják ugye a betörő germán gótoknak és vandáloknak a nyomását. Ezért ugye kivonulnak a Dunántól délre vonulnak, és ugye a lakosság és lakosság nem részét is átterepítik a Dunántól délre, és ugye ez az erdélyi terület, ez a gótok és a vandálok szállásterülete lesz. Mindentől kezdve viszont a jazidok kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen két erős germán törzsszövetség lesz a keleti szomszédjuk, akik elkezdik őket rányomni a római határokra, tehát támadják őket. A szarmaták illetve ezzel még erősebben támadják a római területeket. Aztán egy nagy Konstantin császár, akiről már volt szó, hogy ő az, aki a kereszténységet szabaddá teszi, és elterjeszti a birodalomba. Nagy Konstantin császár megunja a folyamatos szarmata betörést a római területekre, ezért szervez egy óriási hadsereget, ezzel lerohanja a szarmatákat, és hát, ha nem is írtja ki őket, de olyan szinten megvédkítja őket, hogy annyira meggyengül a szarmatáknak a védelme, a szarmatáknak az elhadereje, hogy egyre védtelenebbeké válnak. Ráadásul ugye ez a római háború, a rómaiak mindig alkalmazták, hogy emlékeznek talán erre a tanulmányokra, az oszd meg és uralkodjál, védtelen imperán. Itt is ugye a szarmatákat próbálták egymás ellen kijátszani. Ebből aztán még a Konstantin féle hadjáratoknál egy nagy belháborúban ki, egy polgárháborúban ki, aminek a végén brutálisan lecsökken a szarmata népességnek a lélekszáma a történetői források alapján, és gyakorlatilag fordul a kocka, mert illetve ez, hogy a szarmaták rászorulnak a rómaiak támadására. Tehát kénytelenek a rómaiak segítségét kérni a gótok és a vandálok támadásaival szemben. És ekkor van az, hogy Valentinianus császár egy teljes panoniai légiót, valószínűleg az Aquincumi légiót küldi el, és ezek a katonák építik fel több év alatt ezt a hatalmas sáncrendszert, aminek elsősorban nem védelmi funkció. Tehát nem úgy képzeljük ezt a sáncot, hogy felépítették, és utána egy vegyesen állt a tóvai, meg szarvat a katonák, és ugye védték a gótok, hogy elvának ellen a területet, az alföldi területet, hanem ez igazából egyfajta határjelző volt. Ez volt a rómaiak jelzése a gótok és a vandálok felé, hogy itt egy olyan terület kezdődik, ami szövetségesünknek a területe. Ha ide bejöttök, ha túléltek ezeken a sáncokon, és megtámadjátok a szövetségesünket, akkor velünk rómaiakkal kerültök háborúba, és hát eléggé megjárjátok, és bajotok lesz belőle. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.